Megkérem az eszközfelelősöket, jöjjenek ide. Az lesz a dolgotok, hogy most add a kezébe a szószólónak, légy szíves, jó? Sor szerint haladok, mert majd feladatcsere lesz, tehát akkor neked ebből adok, Barbikának ebből, és Anasznak pedig ebből. A szószóló grafitceruzával írja fel a két kép közé csoportnak a számát. Olvassuk el közösen. Az első, második, harmadik csoportnak más szám szerepel a papírján, mint az 5-6-7-nek. Úgyhogy a szöveg viszont ugyanaz. Nagyon szépen hangosan legyen szíves, Oravec Alex. Alkothatom ezekből a számjegyekből két jegyű számokat. A számjegyek... Az utolsó előtti feladat számok képzése lesz egy konkrét csoportmunkában, majd pedig feladat küldése, feladat cserével egy másik csoportnak írnak feladatot, illetve a nyitott mondatokról van szó, tulajdonképpen azok kiszámolását eszközökkel fogják végezni, abakusz, tojástartó, dekorgyöngy, piros-kék korong, minden, ami megfogható, kirakható, számlálható, majd visszakerül a feladatlap az eredeti helyére, és ott pedig gyerekek kijavítják, kiszámolják, és megfelelő mosollyal jutalmazzák a hibátlanokat. 24. 60. 40. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. Kezed emelt fel a készen van. Nyugtázom, rád néztem, rendben? Balázs, hány darab számoljátok? 17. Na, akkor még nyerünk? Még van. 1. 75. 4. 18. Na, akkor a következőt kérem szépen, azokhoz beszélek, aki már készen van. Olvasd el azt a szöveget, amit a vonal alatt találsz. Ezekből a számokból kellene írnotok 2 nyitott mondatot, ami összeadás, 2 másik nyitott mondat, ami kivonás legyen. Ne oldjátok meg, mert szomszéd csoportnak fogod adni. Azt kérem, hogy 100-nál ne legyen nagyobb az eredmény, arra tessék vigyázni. 22. Mennyit kell? A 6-os cserél a 2-essel. Alex, 4-es cserél mindjárt az első csoporttal. Átellenőrzitek az általuk alkotott kétjegyű számokat. Ha találtál benne olyat, ami nem igazán jó, légy szíves, grafittal karikázd be. Ha olyat találtál, amit kétszer írtak, azt is karikázd be grafittal. Nyitott mondatoknál álljatok meg, mert eszközzel számoljuk, jó? Alex, jöhetsz. Segítségkel? Nem? Meg vagyunk? Jó, gyerekek, a nyitott mondatokhoz 2 abakusszal fogtok dolgozni, és azzal számoljátok ki, 2 ember pedig tojástartón pakolja ki, dekorgyöngyel, vagy éppen piros-kék koronggal. 2 ember jöjjön ide hozzám. Osszátok be nagyon ügyesen a munkát. Javaslom, a szomszédoddal dolgozzál. Vigyázz, mert kicsit nehéz. Vikinek adom az abakuszt. De együtt, vagy tőletek 2 embert kértem. Jó? Pakoljátok ki az tojástartókat, 4 darabot adtam. Egyikőtök diktálja a nyitott mondatot. Tessék kirakni abakusszal, és kirakjátok a tojástartóval is. 17 meg 23. Jó, rendben. Martin, nagyon figyeld őket, hogy ügyesen számoljanak, rendben? Anna, jól rakta ki? Melyik? Nagyon jó. Hány korongot teszünk ki, Alex? Tessék. De ha ezt megfordítjuk, jobban járunk. Baleska, halljam a műveletet. Melyiket rakják a lányok? Tessék. 15 meg 30. Ki rakta a 15-öt? Én. Dávid? Aha, nagyon jó, és hozzáadunk 30-at. Hol tart? Mennyit rakott idáig? Azt mutatta, hogy eddig volt 15? Mennyit? 25. 30-at kell. Mennyi ez idáig, Eszter? Azt mondta, hogy 49. Még mennyit pakolsz? Egy lapra. Hány darab gyöngy fér?
Azaz, úgy van, tessék rakni. Emelje fel a kezét az a csoport, aki elkészült. Tessék ide figyelni, feladatlapokat vissza kellene vinnetek az eredeti kiinduló helyére, és a nyitott mondatokat tessék ellenőrizni. Ha helyes, pipált ki pirossal. Ha véletlenül hibát találtál, aláhúzott pirossal, és a helyes eredményt kérem szépen fölé írni. Ha mind a négy nyitott mondat hibátlan volt, akkor légy szíves, mosolyt rajzolj nekik oda lap aljára. Mosoly az két felé megy, két csoportnak, mert ugye egy lapon kettő csoport dolgozott. Na. Semmi gond, ha tényleg hibátlan lett, akkor helyén való a mosoly. Jól van, Martin, látom, leteszed kis kezed. Ott majd azért oda nézünk egy picit, hogy mi volt a probléma oka, de majdnem mindenki akkor tehát mosolyjal tudta zárni.